történetet és egy kérdést hoztam nektek. A kérdés, ha jól van feltéve, akkor azt gondolom, hogy benne van a válasz, még akkor is, ha nem látszik. Az én kérdésem az, hogyan lehet megtörni a rutinokat, hogyan lehet kilépni a sémákból és a megszokásból átlépni a teremtésbe. Az életünknek a 99%-a séma. Megyünk egy úton. És szerintem ez jó. Mert éjszaka, amikor hazamegyek, nem kell keresnem a villanykapcsolót, megtalálom. Nem kell újra tanulnom a házam alaprajzát. De van 1%, amikor a séma meggátol abban, hogy teremtsek, megváltoztassak valamit. Ez az 1% az életünk kiemelt pillanata. Erről az 1%-ról szeretnék beszélni. És hogy miért ilyen nehéz megváltoztatni? Amikor Amsterdamban tanultam, és volt egy 20 éves biciklim, ilyen csapott, csapszeggel, ami el volt teljesen kopva, mindig így ugrott egyet a pedálon a lábam, és amikor otthon ráültem a saját kerékpáromra, akkor is ugrott. A séma. És komolyan le kellett ülnöm, hogy így meggyőzzem magam, hogy most már rendesen tudok biciklizni. Ilyen erővel ivódik bele egy séma az életünkbe. A történet, amit hoztam, egy rendkívüli történet, a sématörésnek szerintem a leghátborzongatóbb története. Londoni olimpia, ausztrál, magyar, női vízilabda, bronz mérkőzés, utolsó 10 másodperce. Láttátok, hogy mi történt? Én megmondom őszintén, ott nem láttam. Mert felálltam a nézőtéren, és elindultam kifelé, dühösen és csalódottan. De nem csak én. Ott volt a szövetség elnöke, Martin György, Gyurta Dániel, akkor már olimpia bajnok, és így szépen elindultunk, szivárogtunk kifelé. Mert a séma az volt, hogy ez a meccs elment. 10 másodperc alatt semmit nem lehet tenni, és akkor a kürt megszólalt, és így visszanéztünk, és a kivetítőn láttuk ezt. De mondok még valamit, szerintem a szövetségi kapitány is lemondott erről a meccsről. Egyet értesz, Bandi? Szóval ez a meccs elment, majdnem teljesen, és volt egy ember a csapatban, Antal Dórának hívják, a legfiatalabb játékos, 18 éves, aki azt mondta, megváltoztatom ezt a valóságot. Mindenki úszik visszafelé. Az ausztrál kapusnál labda. Egy ember szembe megy teljes áradattal, a helyzettel, 5 másodperc megszerzi a labdát, 4 másodperc, 3 csavart lövés, és bent van a hálóban a labda. Magyarországon ezt látták a legtöbben. És utána 3 amerikai egyetem megkereste Antal Dórát. Szerintem a világon is látták sokan. Mondhatnám azt, hogy ez egy magyar csoda. De minden esetre neki sikerült megváltoztatni azt a valóságot, amelyről mindannyian már lemondtunk. Hogyan lehet ezt megtenni? Azt hiszem, hogy az életünk arról szól, hogy simuljunk bele a világba, legyünk olyanok, mint mások. Iskolában tanuljuk meg a tananyagot, magoljuk be, adjuk vissza. Ha megbetegszünk, vegyük be a gyógyszert, fogadjuk el a diagnózist, ha nem is értjük, feküdjünk be. A munkahelyen teljesítsünk, legyünk láthatóak, és menjünk végig azon az úton, ami arról szól, hogy minél tovább maradj bent, hogy a főnök lássa, hogy jól dolgozol. Hogyan lehet kilépni ebből a sémából? Sok mindent tudnék mondani, a legfontosabbat mondom. Maradj benne a feszült helyzetben, és ne lépj ki belőle. Egy pillanattal tovább, mint kényelmes,
és engedd, hogy a helyzet egy új jelentést dobjon fel számodra. Amikor legjobban félsz, legfeszültebb vagy, és leginkább ott van benned a kényszer, ki kell ugranom, meg kell oldanom, akkor lépj át a nem cselekvés hatalmába, és engedd, hogy a helyzet más módon jelenjen meg számodra. Ez a jelentés adás hatalma. Amikor te döntöd el, hogy annak a valóságnak milyen nevet adsz. Nem a valóság ragad meg téged, és visz a sémák hátán, hanem megszerzed a jelentés adás hatalmát, és új jelentést adsz a helyzetnek, ahogyan Antal Dóra egymagában megváltoztatta a teljes helyzetet. Ebben a kiemelt pillanatban dől el az, hogy megbetegszünk, vagy meghalunk, vagy újjászületünk. Itt dől el az, hogy egy kapcsolatot lezárunk, vagy megújítunk, hogy felnőttek leszünk, vagy gyerekek maradunk életünk végéig. Ez a hatalom szerintem mindannyiunknak a rendelkezésére áll, és ha ebben a pillanatban ezt megtesszük, akkor megtaláljuk a nevünket, és tudni fogjuk azt is, hogy kik vagyunk mi. Lehet, hogy ezért születtünk a világra. Köszönöm szépen!